Megkapták az első adag Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinát a Paksi Életfa Idősek Otthona lakói. Mivel az épületbe való belépés továbbra is tilos, így ennek megfelelően a bejárat előtt tartott sajtótájékoztatót Szabó Péter polgármester ezzel kapcsolatban. Mint mondta, az otthonnak 83 lakója van, mindenki megkapta, akinek az egészségi állapota ezt engedte. Második oltásra is sor fog kerülni 21 napon belül, azt követően sort tudunk keríteni a korlátozásoknak az enyhítésére, vagy akár a feloldására is, hiszen nagyon-nagyon nehéz mentális problémát okoz már mind a bentlakók számára, mind a hozzátartozók számára. A polgármester bízik abban, hogyha a második oltás után kialakul a védettség, akkor a kapcsolattartást érintő szigorú kérdések enyhítésére, feloldására is sor kerülhet az intézményben. Eddig Pakson csak úgy, mint országosan az egészségügyben dolgozók oltásával végeztek, illetve hétvégén az idősek otthonában is.